Tavaly hirdettük meg először az OTP-Bozsik bajnokok programunkat, melynek keretében Magyarország legkülönlegesebb és legkitartóbb ifjú labdarúgóit kerestük. A fiatal sportolók aztán a nyugati és a keleti csapatba kerültek. Áprilisban részt vettek egy felkészítő táborban sztármentorok irányításával, majd május 31-én a férfi labdarúgó Magyar Kupa döntője előtt meg is mérkőztek egymással. Milyen volt a tavalyi Bozsik bajnokok program? Hát nagyon felemelő érzés volt, hogy én nyerhettem meg ezt a díjat a legszebb gólért, és átvehettem a Nyilasi Tibi bácsitól a kupát, meg új barátokat is szerezhettem, akikkel még mindig tartom a kapcsolatot. Hogy lőtted el, emlékszel rá? Igen, a félpályától egy picit előrébb voltam, meglőttem keményen a labdát, és a bal felső sarokba ment. És mik a célok a labdarúgásban? Hát nagy játékos szeretnék lenni, a magyar válogatottban is szeretnék játszani, meg külföldön, és nem utolsó sorban a tanulás. Hogy sikerült maga az összetartás, a mérkőzés, milyen élményeket gyűjtöttél? Az, hogy a fiúk befogadtak, az jó érzés volt, és mindig passzoltak, nem kivételeztek, és nem úgy tekintettek rám, mint egy lány, hanem mint a csapattársuk. Hát a Göre Zoltánnal találkoztam, a Király Gáborral, a Juhász Rolanddal, a Torgel Sándorral, és nagyon jó volt, hogy amikor játszottunk a Göre Zoltánnal, akkor megdicsért, amikor szép passzokat adtam. Hogy készültél erre, és mik voltak a programok? Egyrészt nagyon örültem, másrészt nagyon nagy, és nagyon sok félelem volt bennem, meg nagyon is izgultam. Passzolásban fejlődtem, mert nem úgymond egy picit önző voltam akkor még, de már egyre többet passzolok. A program sikerén felbuzdulva 2018-ban újra meghirdetjük azt. Várjuk a jelentkezéseket az OTP Bozsik bajnokok második szériájára is.